Ilyenkor, pontosabban így évszakváltáskor előtt nagyon szeretem nektek megmutatni azokat az outfiteket, azokat a ruhadarabokat, amikben biztos vagyok, hogy nagyon sokat fogom őket hordani, inspiratív szempontból. És a mai az egy olyan, ami részből trendbefolyásolt, részből utazás befolyásolása alatt történik. Van benne többféle trenddarab is, viszont azt kell, hogy mondjam, hogy ezt idén nagyon jónak találom, hogy idén trendi a klasszikus stílus, idén trendi az időtálló stílus, és az én ruhatáramnak van egy szegmense, ami rendkívül minimalista, rendkívül basic, és ezekre a darabokra mindig tudok hagyatkozni. Én nem azt mondom, hogy nézzetek rám, azért ami most rajtam van, az nem igazán basic, és nem igazán időtálló, de egy szegmense, egy része a ruhatárnak és az én stílusomnak igazán ilyen. Kicsit ilyen öreglányos, basic, és egyrésztről azt mondható, hogy talán unalmas, és néha én is ráunok, ezért vannak ilyen vidám darabok is a ruhatáramban, de most nem ezekről fogok beszélni, hanem a minimalista, egyszerű darabokról. És szerintem ez a videó leginkább azoknak fog tetszeni, akiknek klasszikus, letisztult, minimál stílusuk van, de remélem, hogy mindenki talál benne valami érdekeset és valami nézhetőt, mert én nagyon-nagyon várom, hogy ezeket a darabokat hordjam, már van, amit hordok is, tehát ez nem igazán ilyen évszakhoz köthető, de azért mégis van egy-két új darab, van egy-két régi darab, és az egészen így át fog menni. Aztán majd utána megpróbálom, nem az összes darabot fogom megpróbálni, de próbálok nektek felpróbálós részeket betenni, ahogy én ezeket a darabokat kombinálom, de majd, ahogy megyünk előre, el is fogom mondani. Táskákat nem hoztam, két övet hoztam, és egy pár cipőt. A táskáimat szerintem tudjátok, szinte mindent tudok mindenhez kombinálni, jobban tudjátok a táska kollekciómat, mint én saját magam, ezért most erről nem is akarok beszélni, és nem is akarom arról szaporítani a szót. Most kezdeném egy unalmasabb témával, az alapdarabokkal, a basicekkel, és méghozzá a pólókkal. Az utóbbi időben megtaláltam azt a márkát, vagy azokat a pólókat, amik nekem nagyon bejönnek, nagyon jól moshatóak, és jól passzolnak. Ez pedig a COS márka, és igen, be kell ruházni egy-egy pólóra, de úgy vagyok vele, hogy ha már ennek a márkának a testvérénél, a H&M-nél veszek 5 pólót, ami 3 mosás után elfordul, akkor igazán megéri szerintem beruházni egy drágábbra. Ezért tettem így már tavaly, én vettem a COS-nál egy fehér pólót, ami így néz ki, és ő kicsit különlegesebb, mert karcsúsítottabb, nagyon jól betűrhető, mégis így a mellrészénél egy kicsit boxi, és amúgy nagyon meg vagyok vele elégedve, gyönyörű anyaga van, és nagyon jól tartja magát, és a hátán van egy ilyen nagyon szép kis varrás, ez is nagyon tetszett benne, és nem fordult el eddig még. Jól tartja magát, de 30 euró körül vannak. Új szerzemény, ez a csíkos. Ennek más anyaga van, kicsit ilyen érdesebb pamutanyag, nagyon szép állása van, ez már az a fajta, bocsánat, lehet, hogy megőrül a kamera most, ez már az a fajta póló, ami elég ilyen boxi, látjátok is, de szépen be lehet tűrni, és rajta van még a címke, direkt nem vágtam le, 29 eurót fizettem érte, íme, és jajajaj, és az SS méretben vettem, szerintem tökéletes. És remélem, hogy ezt is jól lehet majd mosni, és ez sem fordul el. Rengeteg szín van belőle, és szerintem vissza fogok járni még a COS-hoz ilyen basic pólókért. De ha már a H&M-ről beszéltem előbb, és kicsit leoltottam őket, az a véleményem, hogy idén nem rosszak a dolgaik, meg kell nézni minőségügyileg mindenképpen, anyagban is, de úgy voltam vele eddig, amikor üzletben voltam és online is rendeltem, hogy találtam egy-két igen, igazán jó dolgot, és ezek is szintén basicek. Az első az egy ilyen hosszú ujjú pólónak mondanám, újra hasznosított pamutból, ez is csíkos, szerintem nem lesz senkinek nyilván meglepetés, idén mindenhol megy nagyon a csíkos, és tudjátok, a trendek jönnek, mennek, én emlékszem, hogy volt nagyon trendi a csíkos ezelőtt is, holott soha nem megy ki a divatból, mindig klasszikus lesz, és mindig időtálló. De látjátok, a trendek jönnek, a trendek mennek, nekem mindig is voltak csíkos dolgaim, most többet nyúlok mindenképpen hozzájuk. Erről annyit kell tudni, hogy viszonylag ez egy oversized
szabás, és az XS-es méretet rendeltem, és ezen is rajta van még a címke, hogy meg tudjam nektek mutatni. Íme, jaj, így. És ez nem fehér, inkább tört fehér, de tetszik maga a csíkozás, én nem szeretem. Én inkább azokat a csíkokat szeretem, most ezt így elmondom ilyen tudományosan, ami fehér alapon vagy világos alapon vékonyabb csíkok. Szerintem jó anyaga van. Mosását illetően nem tudok nyilatkozni. Lehet, hogy itt most eldicsérem mindennek, aztán majd 2-3 alkalom után elfordul, és hülyét kapok tőle. Remélhetőleg nem. Nem volt valami nagyon drága, nem emlékszem az árára. Nem emlékszem, mindegy, de a címke alapján biztos, hogy megtaláljátok. Az egyik kedvencem, és ezt már nagyon sokszor hordtam most is, szintén a H&M-ből van, ez egy vastagabb pulóver, ugyanis hiába beszélek, tehát most tavaszi öltözködésről beszélek, és most inkább olyan öltözködésről fog beszélni, amikor már melegebb van, de ez a pulcsi, ez szinte lerobbanthatatlan rólam, és nagyon örülök, hogy megtaláltam méghozzá Magyarországon, mert itt Ausztriában nem találtam meg, ugyanis nem az, hogy minden üzletben voltam, mert nem, de ahol voltam, ott soha nem volt, és online is mindig ki volt fogyva a méret. 40% akril és 60 pamut, nagyon kellemes, viszonylag meleg, de légáteresztő, és ez egy sötétkék, krémszínű csíkos pulóver, ami szerintem iszonyatosan jól kombinálható az XS-es méret. Nem a nagyon túl hosszú, nem a nagyon túl rövid, nem a nagyon túl oversized, mindenképpen egy szuper dolog. Azt hiszem 30 euró környékén volt ez a pulóver, teljesen megérte, és vannak a H&M-ben jó dolgok, csak meg kell nézni az összetételét, meg hogy van megcsinálva. Remélem, hogy ez sokáig velem lesz, mert nagyon kellemes. És igazán ez egy jó átmeneti pulcsi, de jól rétegezhető is. És én itt most össze-vissza buzeráltam a sorrendet. Igen, ingek. Pólókkal megvagyom, mondjuk itt van még egy basic, lehet, hogy azzal megyek tovább. Mindjárt jövök, gyerekek, tartsatok ki. Igen, ezzel megyek tovább. Nagyon divatos idén, és ez szintén basic, és ezt szintén mutattam, és az előző videómban ezekkel próbáltam meg a farmereket, amikről mindjárt fogok szintén beszélni. Ez az a felső, ami szerintem jó anyagú, követi az alapot, kicsit így összetart, és nem egy sima fekete hosszú ujjú póló, hanem van benne valamiféle érdekesség, kivágásában aszimmetrikus. Most nagyon mennek ezek az ilyen vállban kivágott dolgok, és ez mégis olyan, hogy mondjam, ízlésesen megoldott, nem annyira nagyon szexi. Szerintem ezt nagyon sok alkalommal lehet hordani, mégis valami különleges, valami extra, és nem is tudom, hogy minek mondjam, ilyen elevated basics, vagy nem tudom, hogy mi a trendnek a neve. Viszont ezekben a basic dolgokban van valami különleges, nem a tipikus fekete felső, és én ezt nagyon, nagyon megszerettem, és többször is hordtam már. Ezeket nagyon jól lehet mondjuk ékszerekkel, kiegészítőkkel kombinálni, és köszönöm szépen a bókokat az előző videóban a fülbevalóra, köszönöm, azóta többet hordom őket mindenképpen, most is betettem egyet. Még nem tudom eldönteni, hogy néha túl sok-e vagy sem, mert nagyon ritkán hordok, vagy soha nem hordtam, vagy nagyon régen hordtam talán ilyen nagyobb fülbevalókat, de így elkezdem azt hiszem élvezni. H&M-es ez a darab is, de láttam a Zaránál is ilyen aszimmetrikus kivágású, nagyon-nagyon hasonló felsőket. Mindenképpen megér egy pillantást, mert nem olyan drágák, viszont hogyha nem tudod, hogy mit vegyél fel, és nem akarsz kiöltözni, nem akarsz egy inget vasalni, ezt fel lehet annyira pimpelni, hogy igazán egy ilyen vacsora outfitnek is jó legyen, mondjuk egy fekete palacónadrággal és egy jó övvel, valami ékszerrel, egy szép táskával és cipővel, és meg is vagyunk, holott ez csak egy fekete felső. De térjünk is rá az egyik kedvenc tavaszi ruhadarabomra, ami szerintem minden outfitet feldob és összehoz. Lehet professzionálisan is kombinálni, lehet munkahelyre kombinálni, lehet lazán kombinálni. Ezek pedig az ingek. Találtam kettőt, az egyik az tipikusan egy ilyen hagyományos. Méghozzá a Vintedről szereztem be ezt a Fred Perry inget, aztán találtam még ilyen hasonló rózsaszint is, de a hölgy az még nem írt vissza, remélem visszaírt, mert akkor azt is levadászom. Szeretnék egy rózsaszint is. Ez a gyönyörű, kékcsíkos, fehér gallérú gyönyörűség. Nagyon jó,
ez az a szabás, amit én nagyon szeretek. Tökéletesen betűrhető. Végre. Láttam most az Zarában is, hogy csinál valamilyen, nem tudom, hogy mi a neve a stílusnak, de valami, nem figure hugging, valamiféle ilyen karcsúsított ingeket láttam az Zaránál. Én ennek most nagyon-nagyon örülök. Ami nekem van egy nagyon hasonló, az a Max Marától van, a Weekend Max Marától, az a kék-fehér csíkos, azt is imádom, de nem akartam idehozni, mert nem akarom magam mindig ismételni. Isteniek, nagyon jól betűrhető, jó anyaga van. És az a helyzet, hogy számomra ingeket venni mindig nehézkes, mert manapság mindig az az érzésem, még mindig, hogy iszonyatosan oversize ingek vannak, amik engem lényegében megesznek, még a legkisebb méret is, nem tudom őket jól kombinálni, nem tudom őket jól betűrni, mert az én alakomhoz az passzol, hogyha valahogy látszik a derekam, ezért a nagyon oversize dolgok nekem iszonyatosan borzasztóan állnak. Nyilván van az a szög, ami még oké, de a legtöbb ing az borzasztó, úgyhogy örülök, hogy én ezt megtaláltam, és nagyon jól lehet ezeket az ingeket kombinálni, főleg betűrve kombinálni. A következő pontomra majd mindjárt kitérek. A kicsit vagy egyenes szárú, vagy bőszárú nadrágokkal, mert egy nagyon szép sziluettet adnak legalábbis. Nekem ez a sziluett most nagyon-nagyon tetszik, de majd úgyis láthatjátok itt a klippekben, hogyha így próbálgatok, hogy miről is beszélek. Tehát ez egy Fred Perry ing, egy használt ing, nagyon jó állapotban, és ha már ing, akkor fehér ing ugye nem maradhat el. Most még kimondottan fehér-fehér inget nem találtam, ami így egyszínű, jól betűrhető idén, nem tudom. A H&M-nek voltak ilyen olcsóbb verziói, ami nem volt rossz, viszont térre használtam őket inkább, mert viszonylag ilyen kicsit ilyen izzadós anyaguk volt, és télen nem zavart, de annyira tavasszal-nyáron nem szeretném őket hordani. Viszont ez a gyönyörűség, ami eljött velem a legutóbbi Zara látogatásomkor, amikor nadrágokat akartam csak venni, de megláttam. Ez annyira emlékeztetett engem arra az Zara nyári ruhámra, amit nem is tudom hány éve, három már? Nem, három éve levadáztam, még februárban. Valahogy egész Pécsben kerestem azt a ruhát, nagyon hasonlóan néz ki, és ugye ez egy ilyen mini ruha, alig várom, hogy felvegyem, alig várom, hogy olyan idő legyen, hogy azt fel lehessen menni. Megláttam ezt a felsőt is. Kiáltotta a nevem. Szerintem ez senkinek nem újdonság, már valószínű unjátok is, de ezek azok a darabok, amik nem mennek sehova. Én ezekben fog megöregedni, mert nem tudom elképzelni, hogy én egy ilyet ne vegyek fel, bocsánat, elmegy a hangom. Gyönyörű, megmutatom a címkéjét, mert azt hiszem, hogy ezt az előző videóban elmulasztottam. Íme. És mit mondjak? Megkérik az árát, de amikor levettem, meglepődtem, mert én azzal számoltam, hogy ez ilyen 50 euró lesz. Mert most már nem újdonság az, vagy nem meglepő az az aránál, hogy egy ing 50 euróba kerül, és meglepődtem, hogy ez csak 40. Nyilván kicsit átlátszó, meg minden, de hogy iszonyatosan jó anyaga van. Valami tökéletes. Nem is tudom, hogy mit csinálják. Menjek először a kabátokra, vagy a nadrágokra? Nadrágokra. Jó, a nadrágoknál nem fogok olyan sok időt elpazarolni, mert van egy dedikált videó, vlogom a nadrágoknak, amit ma fog majd feltölteni, mindegy, ez nem érdemes ebbe belemenni, ma szerda van nektek, vagy csütörtök, nem tudom, attól függ, hogy lesznek készen a videók. Kérdeztétek több, hogy mi van a feltöltése, mi van a szerda szombattal, valamikor nem jön össze, legtöbbször most már nem jön össze, és nem akarom éjjel feltölteni, tudjátok? Mert hogyha még éjjel az utolsó ébren létemen feltöltöm ezeket a videókat, a statisztikáim rosszabbak, vagy hogy mondjam, nem tudom, hogy mondjam nektek. Lényegében, hogyha van egy ilyen YouTube stúdiótok, akkor az ír nektek minden alkalommal, minden videó alkalmával statisztikát, és mindig, amikor későn töltöm fel a videókat, akkor azt kapom meg, hogy nem ér el elegendő megtekintést, mert a nézőid nem aktívak ebben a fázisban. Természetesen el tudom képzelni, hogy a normális emberek éjjel egykor alszanak, és nem mondjuk az én videómat nézik, úgyhogy ezért döntöttem úgy, hogyha nem sikerülne megvágnom a videókat normális emberi időben, akkor inkább csúszok egy napot, és akkor feltöltöm őket normális időben. Így én sem dolgozok úgymond magam ellen, és ti is normálisan meg tudjátok nézni a videókat, holott tudom, hogy sokaknak ez nem számít,
De engem mindig olyan fájóan érintett, és most legalább tudok én is nyugodtan aludni, mert azért néha nekem is szükségem van rá. De hol tartottam? Nadrágok van. A nadrágoknak egy dedikált videója, az összeset, amit itt láthattok, megpróbálom nektek abban. Természetesen a felpróbálós részekben is lesz egy-kettő példa rá. De a lényeg az, hogy sikerült normális nadrágokat vennem, és ezek itt vannak, a Zarából vettem meg őket. Mert szerettem volna mindenképpen kicsit egyenes per bőszárú nadrágokat, magas derekú farmereket, jó állású, számomra jól álló farmereket, ami lényegében egy nagyon nehéz történet. Nem mondom azt, hogy megtaláltam a tökéletes rám passzoló, minthogyha rám öntötték volna farmereket, de egy kis alkalmazkodással ezek szerintem tökéletesek, és jól állnak, úgy mondanám, és jól érzem magam bennük. Kérlek, nézzétek meg az előző videót, és akkor láthatjátok őket. Ezek nyilván egyenes szárúak, vagy bővebb szárúak, és ezeket tökéletesen lehet az összes darabbal, amiket itt mutattam, kombinálni. Tetszik most ez a sziluett. Én is azért elmegyek kicsit távolabb a skinny nadrágoktól, amit még kordok például, és fogok kordani. Nem hoztam most ide, mert mindegyik videóban ezelőtt benne voltak, és tudom, hogy sokan szeretitek őket, azok a Levi's Mom jeansek, és ezek továbbra is maradnak a ruhatáramban, továbbra is van létjogosultságuk, viszont egyre többet hordom a hasonló nadrágokat. Ez akkor kezdődött, ez tavaly kezdődött, amikor a Max Mara Weekendben megvettem ezt a Kán nevű, Fantázia nevű fehér palaczó farmert, amit a mai napig imádok, és ott kezdtem el így kapiskálni, hogy hát lehet, hogy ez nekem is jól állhat. Mert én mindig úgy voltam, hogy jaj, nekem ezek nem állnak jól, holott csak meg akartam spórolni az időt, amit a próbálgatással töltök, ugyanis nagyon nehéz számomra a jó nadrágot megtalálni. Ott a Max Marában szerencsém volt, mert levettem ugye a polcról, és egyből jó lett, és meg is lepődtem rajta, de mindenképpen időt igénylő feladat a számomra is, de érzem azt, hogy jól áll, és érzem azt, hogy jól kombinálhatóak, úgyhogy alig várom, hogy hordjam őket. És láthatjátok ugye a két kék színűt, a C&A-ba voltam, és beszereztem egy nagyon hasonló feketét, kicsit rövidebb, és balerina cipővel is jól kombinálható, amire majd mindjárt kitérek, és beszereztem még egy ilyen fehér szövetnadrágot, fehér tört, fehér inkább, amivel szintén nagyon meg vagyok elégedve. Ezek a C&A-ból vannak, szintén megpróbáltam az előző videóban őket. Viszont most térjünk rá a kabátokra, mert annyira nincs sok. És én általában a kabátokkal, blézerekkel, jackikkel szoktam még tavasszal is variálni az outfitjeimet, nem csak télen, ugyanis amikor ráunok ezekre a minimál dolgokra, akkor simán előveszek egy virágos blézert, egy bizibuzi mintás blézert, egy akármilyen kabátot, ami, vagy egy keki színű szatén bomber jacket, ide is hozhattam volna, de most annyira nem akartam, le akartam így tisztítani ezt az egészet, le akartam minimalizálni. Mert a kis kabátokkal, blézerekkel, bomberekkel tavasszal nagyon jól lehet játszani különböző színeket hozzáadva az outfitekhez. Három, az egyik az egy blézer, egy jacket és egy kabát van itt. Mind a három régebbi darab, pontosabban kettő a Vintedről van, és egy régi mangós. Ez az én imádott Chanel stílusú, ilyen érdekes, azt mondanám, hogy buklé tweed hatású blazer, de egyáltalán nem az az ilyen érdes, hanem inkább ilyen kardigán hatású, de mégis blazer. Imádom. Én ezt imádom télen, imádom ősszel. Nyáron annyira nem hordom, de csak a színe miatt nem hordom nyáron, de estére is jó lehet. Mindig! Ez nekem nagyon bejött, és azt hiszem már 2 éve talán a ruhatáramban van, és nagyon örülök, hogy ismét előránthatom, pontosabban nem az, hogy ismét, mert szinte mindig hordom. Télen is hordom. Viszonylag nagyon jól rétegezhető, mert nem túl vastag. Elfölé simán lehet normális kabátokat is felvenni. Úgyhogy mindenképpen divat ez most, láttam több helyen, hogy ezek most nagyon mennek különböző színekben, különböző anyagokban is, környakú, V-nyakú, de lényegében ez a klasszikus tweed Chanel stílus, ez most nagyon-nagyon megy. És igazán én úgy gondolom, hogy erre érdemes beruházni, érdemes Vinted-en is megnézni, nagyon jó darabokat lehet találni, én ezt annó a boltban vettem, de
szembe jött velem több hasonló is a Vintiden. Érdemes rátekinteni, mert biztos vagyok benne, hogy ez sokaknál örök darabja lehet a ruhatárnak. A következő kis kabát is egy alapdarabnak mondható, nekem nincs ilyen a ruhatáramban, vagy ez az első, vagy nagyon régóta ez az első farmer kabátom, viszont megláttam ezt a darabot, és igazán különlegesnek találtam, mert van benne valami kis csavar, nem egy tipikus basic farmer kabát, mert valahogy soha nem tudtam azokat kombinálni, és ez az egyik karácsony ajándékom, szintén a Vintedről, ez egy Moncler farmer kabát, de gyönyörű. Nézzétek meg a színét, és ugye a farmer is nagyon divatos idén, farmerrel, különböző színű, patchwork farmer, mit tudom én, denim on denim, és ez egy gyönyörű Moncler farmer kabát, aminek a háta ilyen kis fodros, hát viszonylag ilyen nőies, és nagyon tetszik maga oldalról a sziluett, mert ez így rád lapul lényegében, de majd meg fogom mutatni, és ez a hátsó rész, ez így kiugrik, tehát mintha lenne egy ilyen óriási segged alatta, vagy nem tudom, de mégis nagyon nőies szerintem ez a sziluett, nekem nagyon tetszik, iszonyatosan különleges. A márkajelzés az nem ordít a pofádba, látjátok, hogy nagyon közelről, hogyha látszik, ezért is nagyon tetszett. És ez egy gyönyörű darab, és alig várom, hogy hordhassam. Mindennel kombinálható, szinte mindennel, és nagyon-nagyon örülök neki. És most nem akartam idehozni különböző szövetkabátokat, mert nyilván tavasszal azt is szoktam hordani, de sokat láthattatok már a csatornában, vagy sok ilyen videóban, ami viszont most nagyon trendi, és minthogyha tudtam volna ezt tavaly, mindenképpen szerettem volna, az egy ilyen trencs kabát, egy ballonkabát. És ezt is a Vintiden találtam, azután, hogy megvettem a Kosztól az ilyen rövid, keki színű ballonkabátomat, amit ősszel szarrá hordtam, imádom, nagyon szeretem, most is fogom tavasszal hordani. Nem akartam most ugyan idehozni, mert szerintem egy ballonkabát elég ebben a videóban, viszont megszereztem 50 euróért a Vintidről ezt a Kosz teljesen új barna, vagy hát ilyen bézs ballonkabátot. Iszonyatosan hosszú, ezt még mindig lehet kapni, és még az én keki színű rövid ballonkabátomat is lehet kapni, és még szintén 150 euróba kerül, még nem emelték meg az árát. És őt is láttam még, nem tudom, hogy ez mennyien, 200 euró, 180 euró körül lehet. Ez egy iszonyatosan hosszú, de nagyon klasszikus, gyönyörű minőségű, tehát a 32-es méretben. Még így is azt mondom, hogy eléggé bő szabású, vagy így oversize, de ez szerintem tökéletes. Gyorsan ejtenék pár szót a kiegészítőkről. A fő kiegészítőim, amiket láthattok a mai videóban, az két öv, méghozzá így néznek ki, mind a kettő aranycsatos, és most nem tudom őket innen levenni, de mégiscsak sikerült. Mind a kettő, az egyik zarás, ez a fekete, ez a zarából van, bőröv, ez pedig a H&M-ből van, és ez is bőr. Nem tudok róla mit mondani. Amit a legtöbbet hordok, az inkább a fekete. Általában nyáron szoktam több barna övet hordani, de a fekete az így télen, ősszel, tavasszal inkább az, ami megy. De mind a kettőt ide szerettem volna hozni, mert ezek viszonylag, azt kell mondjam, hogy jó minőségűek. És nem tudom, hogy a H&M-esért mennyit fizettem, de nem fizettem többet 15 eurónál, főleg, hogyha valami kupon is volt hozzá, úgy emlékszem, nem tudom, érdemes őket megnézni. Én még, vagy hát találtam olyan designer övet, ami nekem tetszene, de még nem voltam képes rá kiadni azt a pénzt, amit kérnek érte. Az álmaim öve az egy Kelly öv lenne, de azt nem igazán lehet beszerezni, vagy nagyon nehéz beszerezni, és elég drága, de mindenképpen egyszer majd talán lesz egy Kelly övem. Nagyon-nagyon szeretnék egy olyat, és az, ami a leginkább tetszik. Van egy-kettő, ami még tetszik. Tavaly nyáron a Celine öv nagyon tetszett, de most már úgy érzem, hogy mindenkin az van egyszerűen, és nem akarom, hogy ilyen Gucci öv hatású, elcsépelt legyen, már bocsánat, hogy ezt mondom, kövezzetek meg, de számomra ez, amikor mindenki ezt a logót hordja már, ja, mindegy, hagyjuk. Egy Kelly övet nagyon szeretnénk minden esetre. Addig meg ezek is tökéletesek, szimplák, szeretem, hogy arany rajta a szerelék, és szerintem jó minősége van, nem lehet őket annyira könnyen elnyűni. Cipők. Divat. Trend.
balerina cipők. Ilyen kis olcsó 20-21 eurós H&M-es balerina cipők, nem kell tőlük sok mindent elvárni, viszonylag első lépésekre kényelmesnek tűnnek. Maga a kidolgozásuk is szép, szerintem. Nem mondom, hogy nem lehet szebbeket találni, de próbára, vagy így a trendet kipróbálva, vagy egyáltalán, hogy hogy áll nekem most jelenleg a balerina cipő, arra tökéletes volt, és hogyha nagyon tetszene, nyilván beruháznék valamiféle bőrre, ezek ugye nem bőrök, az egyik az ilyen anyagból van, a másik meg ilyen lakműbőrből. Vannak, láttam a Zaránál is bőrbalerinákat, láttam egyet, ami nagyon tetszett, egy arany, ilyen metál színű, az a gyerek részlegen van a Zarának. Aki mondjuk ilyen 39-es méretig mozog, annak érdemes oda ránézni, én lehet, hogy meg fogom rendelni, jó ára van, és azt hiszem, nem vagyok biztos benne, hogy bőr, de lehet ezüstöt és aranyat is venni, és ez is iszonyatosan trendi most, ezek a metálos cipők, kiegészítők, úgyhogy lehet, hogy egy olyanra, egy arany balerinára még beruháznék talán, vagy megpróbálnám, viszont egyelőre ez a kettő van a kollekciómban, és majd láthatjátok úgy is, hogy hordom őket. Nyilván nagyon hosszú távra nem kényelmesek, gondolnám azt. Nem tudom ugye, hogy viselkednek. Sokat nem várok el tőlük, de egy próbát megérnek minden esetre ezek a H&M-esek. Viszont amit mindenképpen tudok ajánlani a H&M-ből és cipő, azok a prémium szekciós cipők. És ez a két mokaszinom, gyönyörű, nagyon tetszenek. Két velúr mokaszint rendeltem tavaszra, nyárra, akár őszre is. Nagyon szeretem őket, megbízom bennük, és iszonyatosan kényelmesek, és ez egy nagyon jó alternatíva például azoknak, akik nem tudnak balerina cipőt hordani. Mert a mokaszín, ez a fajta mokaszín, ami mondjuk nem platformos, hanem látjátok, hogy teljesen így majdnem lapos, egy kis sarka van. Ezek nagyon időtállóak, és nem fognak kimenni a divatból. Ezért sem vettem én olyat, ami mondjuk platformos, vagy valami hasonló, mert szerintem egy az, hogy nem biztos, hogy nagyon kényelmesek, kettő, én ezekben nagyon jól érzem magam, puhák, mint a vaj, és nem gondolnám, hogy valaha is kimennek a divatból, nagyon szeretem őket, és az előző testvéreiket is már évek óta hordom, még mindig megvannak, nagyon jól tartják magukat, úgyhogy ez egy jó alternatíva a balerina cipőre. De ha már praktikusságról és legtöbbet hordott cipőkről, vagy már meg tudom jósolni, hogy a legtöbbet fogom őket hordani, mert eddig is így tettem, akkor nem maradhatnak ki a sportcipők. És hoztam ide nektek egy példát, amiből nekem már úgy három pár van, és imádom. Ez az egyik kedvencem, egy platformos, fehér, zarás sportcipő. Teljesen, hogy mondjam, teljesen ilyen basic. De valahogy nagyon kényelmes, valahogy nekem ez a cipő nagyon bejött. Lehet, hogy az ára miatt, hogy ilyen 22 euróba kerül, és már három pár is van belőle, és egyet már kidobtam, mert egyben ugye elásztam nagyon durván Londonban, aztán azt kiszárítottam, végül is befogtam ilyen festős cipőnek, ilyen falfestős cipőnek, aztán utána kidobtam, de itt van egy teljesen új pár, és láttam belőle bézs variációt, azt hiszem, hogy fehér a gumirésze, a szegélye, és a bőr az bézs rajta, és én meg tudom nektek mutatni, hogy miről beszélek. Ugye remélem látjátok. Tökéletes, tökéletes. És a másik sportcipőm az egy viszonylag, az egy drágább verzió, és ezt is kimondottan szeretem, sokat nem szoktam róla beszélni, ezért mindig ezért többetek is felelősségre szokott vonni a kommentekben, hogy mi van azzal a cipővel, azt te nem hordod, de hordom. Ez pedig a Saint Laurent-tól van, egy ilyen gyönyörű tornacipő, ami nem platformos egyáltalán, viszont különlegessége az az, hogy nyilván az alsó része az barna. És talán erre azt mondanám, hogy ez egy ilyen tört fehér, nem egy kimondottan hófehér, mert a hófehér az ugye a sportcipőnek a fűzője, és maga a bőr az egy ilyen tört fehér. És ez az a cipő, amit nagyon szívesen hordok, nagyon szeretek, de
Hogyha döntenem kell, hogy melyikkel megyek mondjuk egy városnézésre, akkor biztos, hogy az Arásot választanám, mert úgy érzem, hogy ez annyira nem 100%-ig kényelmes, mondjuk 4-5-6 óra járkálás után, mert úgy érzem, hogy kicsit ez olyan merevebb, holott egy nagyon jó minőségű bőrből van. De mégis, hogyha választanom kellene, hogy melyikben fog többet téblábolni Franciaországban, akkor biztos vagyok benne, hogy az Arásot mondanám. Ráadásul, mivel ez így drágább volt, pontosabban tök jó akcióban vettem. De mégiscsak ez egy ilyen 200, nem tudom mennyit fizettem érte. 200 valamennyi eurót fizettem érte, azt hiszem. De nem vagyok benne biztos. Mégis így félti az ember, legalábbis, hogy így én féltem, az Arás meg amúgy is 23 euróba került. Nem azt mondom, hogy nem venném meg újra, valószínűleg újra megvenném ilyen áron, de drágább, de többet nem fizetnék érte, az biztos, hogy nem. De nagyon-nagyon aranyos, szeretem, jól áll a lábon, ez egy igazán nőies tornacipő, így az egész kidolgozását, kivágását illetően is nagyon szépen megmutatja a bokát, és nem ez a bumfordi. Tehát aki alapjáraton magas és nem akar egy platformos tornacipőt venni, annak mindenképpen valami hasonlót ajánlanék, mert ezek is nagyon aranyosak, és szeretem amúgy még az elejét is. Nem teljesen kerek az eleje. Szerintem nagyon szép. Most egyszerre ki is ütött a napocska, tökéletes. Hogyha tetszett a videó, akkor nyomjatok egy lájkot, és iratkozzatok fel. Köszönöm, hogy megnéztétek. Sziasztok!